A második forduló rangadójában az Alba Fehérvár az utóbbi évek legerősebb hazai együttesét, a bajnoki címvédő Falkót fogadja. Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. És a két légiós, ugye nem ez a híró típus, hiszen itt a magyarok viszik a pálmát, a magyaroknak kell vinni a csapatot. Igen, és ezt ugye borzasztó nehéz védeni, gyakorlatilag igen, nem is lehet. Nem lehet. Somogyi remek labdát adott Golománnak, aki Falkkal együtt dobja be, a Falkot pedig Lukács kapja. Váradi. Benke, ő is az alapvonal felé visszaosztja Váradinak. Jó a hármas. Per alapvonal felé veri a védőjét, és lehet, hogy még lökték is. Nem volt fújás, de bedobja. Hát ez egy extra gól volt szintén. Egészen pontosan, ugye benéztek 10 pont alá. Per, de ez megint tiszta dobó helyzet, és Kovács is. Újabb lehetőség, Somogyi az dobható, be is dobja. Tehát azt a fajta dominanciát, ami elindult a Falkónál, hogy 12-14 ponttal vezetnek, azt nem tudták megtartani. Ez meg Falkkal együtt egy Golomán zsákolás. És ez az ellenszere annak a védekezési fajtának, amit az Alba csinál. Per átviszi a blokkon, Per betörése, ott őt megállítani nem lehet. Sőt, Benke visszaszerzi a labdát, Per visszalépett, és elképesztő, nagyjából 3 másodpercen belül 2 kosarat szerez Per Zoltán. 10 pontos ezzel. Az a helyzet, hogyha az Alba nem tudja megnyomni ennek a negyednek a végét, Benke triplája, és az utolsó 10 percre úgy fordulnak, hogy ez a 16-18 pont különbség van, hát Váradi. Az viszont gyönyörű volt. Az gyönyörű volt. Balsai mellett. Ezek extra dolgok. Perl. Szép befejezés. Per Zoli 16 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa. Jó a belépés. Olyan, gyönyörű. Két fiatal játékos gyönyörűen megjátszotta. Verasztó egyébként saját nevelésű Ekte Szombathelyi. De, na, még akkor lesz belőle valami. Igen, egy eladott labda az Albánál. Korrekt, de hát... De most már mindegy. Most már mindegy, ez már időn túl van, aztán fogja a Kovács a fejét. Övé lehetett volna a 100. pont, így már időn túl. Nem akart fizetni, lehet, hogy a fiúknak. Lehet. 98-66 tehát, a vége 32 pontos Falkó győzelem az Alba otthonában. Nem nagyon voltak kérdések, 23 kísérletből csak 3 ment be. Hát, hogy ennek mi az oka, azt például meg is lehet kérdezni, de bármit kérdezhetsz Ágoston, Dejan Mihectől.